Here I am! Itt vagyunk, gyerekek! Sziasztok! Köszönöm szépen! Elnézést. Kicsit teátrálisra sikerült a belépő. Na de most őszintén, mit vársz ettől a helytől? Na most gondolj csak bele. Hát a történelem lehellete megcsapja itt az embert. Gyerekek, hát gondolj bele, hogy Ferenc Jóska itt kérte föl keringőzni Sziszi királynét. Na, hopi-hopi. Gyere, drága! Tehát nem akárhol vagyunk. No, megkérdezte tőlem a szponzorom, hogy mi lesz ma. Mondtam a szponzoromnak, hogy Józsi, ma matematika óra. Két nappal ezelőtt az első este, ami menedzseri szinttől fölfelé volt, három gyémánt beszélt, és az egyik gyémánt szájából, öt gyémánt beszélt, elnézést kérek a hölgyektől, tehát öt gyémánt beszélt a színpadon, hiszen Lomjanszky Veronika, gyémánt menedzser, Lomjanszky Stevo, gyémánt menedzser, Gidófalvi Katika, gyémánt menedzser, Gidófalvi Attila, gyémánt menedzser, és nekem is volt három mondatom, amit megosztottam a többiekkel, és én elmondtam akkor is, hogy Attila nagyon őszinte ember. És ő mindig kimondja az igazat, és elmondta ezen a találkozón azt az igazságot, amit nekem most meg kell veletek osztalom, és utána csak jót mondok, hogy ez a találkozó csak néhány embernek szól. Nem szól mindenkinek. Talán önnek szól, talán neked, jó? És én először ezt nem értettem, hogy Attila miért mond ilyen dolgokat. És utána egy végpörgött rajtam az elmúlt néhány év, amióta bent vannak az üzletben. Figyelj rám, 5 éve, 2008-ban volt egy Porecs Holiday Rally, Belkics Miklós kijött a színpadra, sárga nadrág, sárga zakó, és a fejére a Torkom Juli felkötött barna szalaggal egy sárga alueverás kannát. És kijöttem a színpadra. Emlékszel rá? Ki az, aki ott volt? Újak, szupervájzorok, nézd körül! Ki az, aki 2008-ban ott volt Porecsban a Holiday Rallyn? 1200 ember volt ott. Most 20-an tették fel a kezüket. Bocsánat, van-e valaki közülünk, aki most föltette a kezét, aki 5 évvel ezelőtt, most figyelj rám, azon a Holiday Rallyn 2008-ban, amikor sárga kosztümbe, géles kannával a fejembe kijöttem ripacskodni, és supervisor voltál, és még itt vagy! Állj föl! Bocsánat! És akkor most mit mondjak, hogy here I am, rock you like a hurricane, és hol van a többi? Elnézést! Mindig igaza van. Gyerekek! És akkor most hozzátok beszélek szupervájzorokhoz, aki miatt ez a mai rendezvény létre lett hozva. Köszönjük szépen Horvátország, hogy vendégül láttok. Köszönjük szépen Délszláv régió, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen Laci Molnár és a déli területeknek az összes vezetője, a gondoskodást, a figyelmet. És köszönjük szépen a világ legjobb country menedzserének, dr. Miles Sándornak, hogy itt lehetünk. És ha már az Oscarnál tartunk, köszönöm szponzoromnak, hogy kinevelt, felnevelt, itt lehetek. Köszönöm mindenkinek, aki a mai nap előadó volt. Köszönöm a tegnapi zseniális előadásokat mindenkinek. De beszéljünk rólad, hogy mi fog történni veled. Ma este, tudom. De lesz holnap. És lesz holnap után. És a kérdés az, hogy megérte-e beletenni ezt a sok erőt, munkát, hogy létrejöjjön ez a Holiday Rally Opatia. Hol leszel jövő ilyenkor? Miért van az, hogy az egyiknek sikerül, a másik meg eltűnik a lefolyóba, és rotty, vége? Mondd miért? Figyelj, ez a te választásod. Hogy a Gideó mondaná, this is your choice. Tetszik érteni?
Figyeljetek, a supervisor egy csoda az üzletben. Azért csoda, mert én amikor először a Józsival volt szerencsém kimenni Németországba, és megláttam a supervisor jelvint, és azt mondtam, nekem kell ilyen. És a Józsi tartott nekem egy családi bemutatót, így van. És 2 hónap múlva megkaptam a supervisor jelvényt. De a kérdés az, hogy a supervisori szintet a szponzorod építi, vagy te magad? Ki ez az üzlet? Tedd fel magadnak a kérdést, hogy ki fog helyetted ebben a vállalkozásban eredményt elérni? Aki helyetted dolgozik, az helyetted kapja a bónuszt. És én nagyon boldog vagyok, amikor 3 havonta kapok lehetőséget arra, hogy dinamikus, fantasztikus, klassz régiókban orosz, kazak, ukránokkal együtt lehetek Attilának következtében, és mindig fölteszi a kérdést, hogy na figyelj kisgyerek, menedzser pluszt akarsz tartani, vagy supervisor plusz? De úgyis tudja, mi a válasz. Figyelj, én nem tudom úgy a nagyoknak megmondani azt, hogy ahogy kéne, de a kicsiknek még lehet aranyosat és kedveset mondani. Úgyhogy mindig a supervisor plusz az enyém. És azt is megmondom neked, hogy miért, figyeljetek rám. Tehát, ha te menedzser vagy, a szponzorod már nem felelős érted ebben az üzletben. Miért? 18 éves korodban, a kaksi-maksi után. Ha? Anya, te rölt ki? Na ugye? Na most őszintén figyelj, egy supervisor az még gyerek az üzletben, egy tini, aki lázadna ugyan, de még gondolkodik rajta, hogy érdemes-e. Vagy pedig menjek a szülők után a jól kijárt úton. És érdekes dolog, hogy sokszor felteszem a kérdést ilyenkor kint oroszba, hogy gyerekek, nehéz vagy könnyű a supervisor? És mind a kettőre igen a válasz. Nehéz is, de könnyű is. De ha egyszer megcsináltad, akkor képes vagy rá arra, hogy bármikor újra teljesítsd a supervisori szintet. És minden supervisorért felelős vagyok. És rájöttem arra, figyelj, hogy a Szabó Józsinak messze volt Pécs. Mert megmondom nektek, Debrecen és Pécs között 400 kilométer oda. Meg vissza is. Na most gondolj bele. Tehát itt van megint, hogy akkor kitől leszel supervisor? És kitől lesznek új supervisoraid? Ugye, most már mindenki tudja, hogy elvesztettem a repülőtéren a telefonomat. Száradjon le a keze annak, aki fölvette. És miután 2-1 percen keresztül kicsöngött, ugye, na mindegy, kinyomta, és azóta is hűlt a telcsinek, sem probléma. Szeptember 3-án elkezdtem szponzorálni egy vadonat új csoportot. Gyerekek, olyan egyszerűek, és olyan fiatalok. Figyelj, ilyen 20 éves bébikék, és hozzák az ilyen 18 és fél éves újszülötteket a Forever üzletben. Szeptember 3-án elkezdtük az új csoporttal, figyelj, telefonszámok beírva, tiki-tiki, mindenféle elmentve, SMS-ek, Viber message-ek, stb. És 5 tacsdoboz egy héten. Rock and roll, mondom, megfogtam az Isten lábát. Jaj, figyelj, de ami létezik hiba, minden el lett követve. Tudod, ez a családi marketing. És a macskát bezárták a szobába. Egy órán keresztül hallgattam, az ajtó az mögöttem volt, hogy és valami olyan frekvencián dolgozott az a dög, érted? Mint hogyha a kenyérvágó nagykést húzogatták volna leföl így a gyomrodba, így. De mondom, még csinálom. És előtte odaadtam az összes Turbostar CD-t, érted? Meg hát ugye a pendrive, ja, az hiány volt, de utána megkapták a pendrive-ot a gyerekek ugye a dobozba. És ez a utótalálkozós, hogyan tovább találkozós csomag, ugye a infocsomag. Jézusom. Ugye sehol semmi. Na, hát szponzornak a csomagtartójában azért volt mappa, ugye volt katalógus, volt üzleti katalógus, nem volt, de remélem, hogy most már lesz, volt termékmintás, minden, amit bele kell, önálma, your dream is our plan, tehát benne volt a DVD, jó, szponzor átadta a dolgokat, és akkor mondtam nekik, hogy mondom, gyerekek, 24-48 órából hogyan tovább találkozó? Az mi? Hú, mondom, öröm dolgozni ezzel a csoporttal. Erre elindulunk szépen, jönnek a pontocskák. Mert hát mondom neki, gyerekek, hogy egy csapásra minden legyet, le lehet, mondom, most megcsináljuk a supervisori szintet, gyerekek, egyszer kaptok érte, mert elindultam szeptember 1-én a Holiday Rally 2014, ha valakinek feltűnt volna, mondom, egy csapással megcsináljuk ezt. Egy csapással? London hív minket. Téged hív London? Oké, azt is megcsináljuk, a Londont is egybe. És mondom, még supervisor is lehet, pénzt is keresünk, úgy mondom, csináljuk.
Ez volt ugye, harmadikán elkezdtük az új csoporttal, a telefonszámok minden, 11-én Go Diamond Bulgária, oda a telefon. Érted? Mint a köldök zsinór elvágva. Semmi kommunikáció, nincs telefonszám, semmi se. Mondom, mi lesz ezekkel? Mondom, édes kis aranyoskáim, mondom, hát mondom, épp most megszültem őket, érted? Hát figyelj, azért ilyenkor jó, jön ám egy szupervázori csoport egy évvége felé. Képzeljétek, hazajövök, és megvannak a pontok. Nélkülem! Nélkülem képesek voltak megcsinálni a szuper... Hát nem... Ez nem szép dolog. Ez nem szép dolog. És akkor hol van itt a szponzori önbecsülés? Hogy valamire kéne magam tartani, hogy tőlem működik az üzlet. Frászt! Attól az embertől működik az üzlet, aki magáénak érzi, aki úgy dönti, úgy dönt, hogy én szupervájzor leszek. Mert ahogy nem a Szabó Jó csinálta meg az én 25 pontomat, ahogy a te 25 pontodat sem a szponzorod csinálta meg, te magad csináltad meg. Engedjük fölnőni a gyerekeket ebben az üzletben. Ha túl sok a gondoskodás, tudod, első gyereknél hogyan van, tudod, gyakorló családapa mondja, első gyereknél leesik a cumi, kifőzött, fertőtlenített, stb. Stb. Második gyereknél leesik a cumi, mi történik? Aládugod a csap alá, az vissza a gyerek szájába. Noémi, harmadik gyereknél hogyan van? Zsolti, nyald le! Vagy a kutya nyalja le! Na, gyerekek! Hú, úgyhogy rá kellett jönnöm arra, így újra, figyelj, a megfelelő ember nem fejből, nem ésszel építi ezt az üzletet, hanem melyik? Innen, ez az, dobog, mindenhol dobog most nekem, úgyhogy, tehát innen építi, gyerekek, szívből építi, szívből, gyerekek. Rájöttem arra újra, hogy nem az a lényeg, hogy hány és milyen bemutatót tartasz, hanem az, hogy a cselekedeteiddel milyen hatással vagy az emberekre. És most mondok nektek egyet, kettő lesz belőle. Figyeljetek, én ez alatt a Holiday Rally szeminárium alatt az összes non-menedzseris emberkémnek elküldtem egy message-et. Most a Dodó hamarosan le fogja vetíteni azt a kis nagyon rövid reggeli kis videóklippet, amit volt akinek e-mailben, volt akinek Viberen, volt akinek Skype-on küldtem el, totál fejlődök technikailag, úgyhogy még majd egyszer még a Levelek és Zsoltit is beérem, és ön powerpointokat fogok csinálni, mint annak a rendje. Szóval küldtem egy kis rövid hatásvadász videót, esküszöm neked, jövő ilyenkor itt, Holiday Rally-n kérd rajtam számon, mert két olyan menedzserem lesz, akinek ez a kis rövid videó úgy megdolgozta az agyát. Na, nézzétek csak meg! Alátéve a zene, everybody is free! Halmi kocsija, medence, minden. Nap felkelte. Egy látomséget állítél, hogy megjel. Otthon meg hideg, dideregnek és szakadt az eső. Figyelj, olyan klassz válaszokat kaptam rá, mint annak a rendje. Na, esküszöm neked, lesz kettő darab menedzserebből. És akkor jöjjön a téma, ez a gondolkodj nagyban, business start a foreverben. Gyerekek. Volt egy érdekes történet. Az egyik előadó kihívta itt a csapatot, itt álltak egymás mellett, a tizen nagyon sok ember, és föltette a kérdést Ádám, hogy mi neked a forever, igaz? Ez volt a kérdés. Miért választottad a forever-t? Figyelj, miért választottad a forever-t? És gyerekek, bocsi, szabad? Legyetek mindig őszinték. Volt válasz, azt mondta, hogy ő azért választotta a forever-t, mert biztonság. Volt, aki azért választotta a forever-t, mert a család. Volt, aki azért választotta a forever-t, mert a személyiségfejlődés. Volt, aki azért választotta a forever-t, mert a jó csapat. Figyelj, öcsi, jó csapat a diszkóba is van. De most hadd kérdezzek meg valamit. Egy pillanat. Figyelj, Gidau, miért választottad a forever-t? Én a pénz miatt vagy. Gyerekek, legyünk őszinték egymáshoz. Ari. Én azért választottam, mert a Miki mondta. De Ari, pénzt csinálni jöttünk ide. Szabó József, figyelj, nem a Rücker meg a Rolf Kip két szép személyért utazott, milliószor, érted, költséggel, autóval, fáradtan, érted, ki Németországba,
meg a Mázás Jóska se azért hagyta ott a vállalkozását, meg a Varga Robi is azért választotta a 32 herpes helyett a Forever-t, megmondom miért, a pénzért. Legyetek őszinték. Figyelj, ha oda mész egy milliárdos forgalmú nagy vállalkozóhoz, az mondja, gyere, lépj be hozzánk, és jobb ember leszel. Vagy, figyelj. Őszintén, miért jársz be a munkahelyre? Azért, mert olyan jó ember a főnököm. Vagy miért jársz be a melóhelyre? Hát azért járok be a melóhelyre, mert klassz dolog a családomtól távol lenni, és jó a csapat. Vagy figyelj, miért csinálod a vállalkozásodat? Miért váltottad ki a vállalkozásodat? Miért csináltál a KFT-t? Hát, hogy agyon szívasson a konkurencia, és hogy a nyakamra járna a NAV. Nem! Gyerekek, legyünk őszinték egymáshoz. Tudod, the money must be funny. Figyelj, baromi izgalmas dolog a pénz, és pénzért ülünk most itt, hogy pénzt keressünk. És akkor azt mondom nektek, gyerekek, hogy csináljunk nagy pénzt ebben a vállalkozásban. És figyeljetek csak, hú, nekem van egy flipchart táblám, Molnár Laci igazgató bácsitól kértem, még nem látom azonnal, de van nekem egy diám, az első PowerPointos diám. Ugye többféleképpen be lehet lépni a Forever vállalkozásba. Megkaphatnánk az 55 eurós diát? Itt van. Rolf Kip néhány hónapja itt volt a szemináriumon nálunk, a Gyémánt hétvégén. Mit mondott Rolf Kip? Bárhová ide, minél előrébb itt. Azt mondta Rolf Kip, figyelj, hogy el tudod azt képzelni, hogy belépsz 55 euróval, és eurómilliókat akarsz keresni? Egy vállalkozást 55 euróból? Lehetetlen, gyerekek! Hát figyelj, ha van 55 euród és nagy pénzt akarsz, vegyél rajta lottót! Vegyél rajta nagy lottót, és álmodozz a milliókról, a 300 millióról, meg a milliárdokról, toll is kéne hozzá. Azt a következő dia. A következő dia, figyelj rám. Ej, de jó képű csávó. El lehet kezdeni ezt az üzleti vállalkozást B-variációban, itt már kicsit nagyobb lesz, 400 euróval. Ha, annyi pénz nincs, dehogy nincs, a nagymama temetésére 5-ször annyi van félretéve. És a nagymama issza a gélt, és esze ágába sincs még, tudod? Ez a gyaloggalobba, mi itt viszik, ahol akart? Nem. Psst. Ugye? Oké, 400 euró. Ebből már el lehet kezdeni egy vállalkozást, úgy nagyjából egy startdobozzal. Rendben. De én azt mondom neked a turbó startba, kérem tisztelettel, csináljunk már akkor inkább egy picit nagyobb bizniszt, jó? És legyen már arról szó, hogy legyen két tasdoboz, mert 800 euró, mégiscsak egy picit már olyan üzletiesebb, 800 euró az már pénz. Legyen két tasdoboz, hogy miért? Majd megbeszéljük. Aztán figyelj csak, igazándiból azért el lehetne gondolkodni, hogy 4000 nettó értékeket mondok, mert több országból vagyunk képviselve, tehát minden érték nettó. 4000 euróból már el lehet kezdeni egy üzletet. Nézzük csak, figyelj rám, bízom benne, hogy a sanyáik a kamerával tudják ezt venni. Itt van a 4000 euró, ez cirka, engedjétek meg nekem, 1.200.000 forint nettó. Papam! Valamit lehet már... Jól írtam. 1.200.000 forint a 4000 euró. Akkor nézzük, matematikázzunk. Nem tudom, feltűnt-e valakinek, ugye, hogy ez a 4000 euró, ez nem más, mint a supervisory szint. 8%. Így van? Oké, mondtam, matekora lesz. Nézzük meg, hogy Magyarország kedvenc pénzintézete, nem írom le a nevét, a bank 1.200.000 forintra éves szinten ad neked 35.000 forint kamatot. Papam! És akkor nem menjünk bele a részletekbe, jó? Mert minden országban másképp van, hogy hány százalék, stb. TB, kiveszed, beteszed, stb. Stb. Tehát a legjobb helyen a pénzed, hogyha a bankban van, ugyanak a bankos örül legjobban, mert a bank keres belőle. Neked egyetlen előnyöd van abból, ha a bankban van a pénzed, nem veszi el a rabló. Ennyi. Jó? Ez az előny, hogyha a bankban van a pénzed. Na, várjunk csak! Van itt egy fantasztikus cég, Forever Living Products. Mondjuk bank, jó? Egy befektetés formula. A vállalkozó az befektet. Gyerekek, ha az FLP-be teszem be ezt az 1.200.000 forintnak megfelelő tőkét, és kaphatnám-e a harmadik képet? Rang, diring. Még egy dia, és még egy dia. És... Ez az. Na, ez az én irodám. Itt a szortiment. Jó? Tehát 1.200.000 forintért egy teljes sorozat a termékekből az FLP-be tettem be.
írd és mondd. Vissza fogsz kapni, ha esetlegesen a forint fillér nem stimmel, akkor kérlek az infantilis szangvilikustól, jó? Tehát megkövetlek. Betetted az 1,2 millió, jó? Egy teljes forever szortimentbe, elindultál supervisory szinten, és azonnal 75 000 forint volt a visszatérítésed. Tehát 2 éves banki kamatot előre megkaptál. Magyarul. Ha írunk egy névlistát, ugye, hát bocsánat, egészen biztos, hogy más névlistát fogsz írni, ha 55 euróval lépsz be, és más névlistát fogsz írni, hogyha 25 ponttal 1,2 millió forint nettóval lépsz be. Esküszöm, hogy más listát fogsz írni. Egyetértünk? Tuti, mert más a súlya a dolognak. Gyerekek, megyek tovább. Ha semmi más nem történik, mint a következő hónapban a névlistádból adsz esélyt arra, hogy egy főt szponzoráljunk, akkor az NDP plusz a 8%-os supervisory jutalék körülbelül 4000 forint per hó egy embernél. Azaz egy hónapi kamat megint megvan, pedig már 2 évre előre kifizettünk, ha befektetés oldalt nézzünk. Figyelj, adsz-e esélyt arra az életbe, ha megírtad azt a VIP névlistát, jó, mert 1,2 millió beletettél, tehát megírjuk a névlistát, és elképzelhető, hogy egy tasdobozos 31 nap alatt összejön? Egy tasdoboz? Figyelj, bízd magadba! 1-2 pontos emberke. Mennyi lesz a jutalék? NDP plusz 8%? 35 000 forint per hó. Papám, még egy hónapi kamatja a befektetésednek megvan. A legjobb helye a pénznek a foreverben van. Figyelj, hasonlót vonz. Emlékszel, 2 pontost, ez a doboz vonzási elv, tudod? A minimalista a minimalistát vonza. 55 euró az 55 eurost. Elképzelhető, figyelj. Tehát játszunk el a dologgal, hogy egy ember, aki szintén 25 ponttal fog belépni. Van realitás? 2 év alatt, nem egy nap alatt, nem egy hónap alatt, nem egy év alatt, figyelj, 2 évre előre megvan a kamat az FLP bankban, elképzelhető, hogy 2 év alatt találunk valakit, aki 25 ponttal fog belépni. Egyébként, hogyha 4 variációt adok az embereknek, hogy van ez, igen, lesz, figyelj, papám, 160 000 forint, 4,5 év, és most mondok neked valamit, van, aki ezt elhitte. Van olyan ember, mert én megtartottam ezeket a bemutatókat, van olyan ember közöttünk, nem is egy, 2 is van. Figyelj, aki az elmúlt hónapban, figyelj, nem UFO, nem zöld, nem lesznek ilyen kis csáp, figyelj, az elmúlt hónapban 5 embert szponzorált, aki 25 ponttal lépett be. De van Hódmezővásárhelyen egy másik ember, ott a Tóth Jani, aki szintén 5 embert hozott be. De hogy hallgassatok egy matematikus előadást, röviden, 20 percben, van szerencsém a színpadon üdvözölni Lénárd Károly, senior menedzsert! Köszönöm a lehetőséget, és hát azt a bizalmat, amit a Miki belém fektetett ezzel az előadással, ennek egy előzménye van. Tavaly Porecsben én ott ültem a Kakasülön, tehát a csoporttal ott úgy fönt, nem tudom ki volt tavaly ott. Ugye elég messze volt a színpad, és én akkor azt álmodtam meg, hogy én jövőre Opátiában előadó akart lenni. Na de ugye ahhoz, hogy valaki előadó legyen itt, ahhoz mindenképpen valamilyen eredményt kellett tenni ehhez az asztalra. Hát mivel szenyorok vagyunk, tehát soaring volt kitűzve, hogy megcsináljuk a soaring menedzserit. Hát a 3 menedzserből 1 meglett, és annak nagyon örültünk, de ugye ezzel még ezzel az eredménnyel nem biztos ide kerültünk volna. Viszont betettem a fejembe ezt a dolgot, és nyáron elkezdtünk dolgozni másfajta technológiával, azzal, amit a Miki már régóta promózít ebben az üzletben, illetve 2005-ben Rolf Kipp ezt elmondta, hogy 25 ponttal be lehet léptetni embereket. Nekem akkor ez teljesen kínai volt, mert hogy még akkor a 2 pont is nagyon veszélyes volt, nem hogy a 25, már az én fejemben. De most már úgy összeállt a kép, és megmondom őszintén, hogy a 25 pontos belépések nem vállalkozók lépnek be a legtöbben. Tehát megdöbbennétek, hogy majd erre mondok egy-két példát, hogy olyan embereknek van a bankszámlájukon pénz. Ki az, aki ismer olyat? Köszönöm szépen.
Ki az, aki ismer olyat, akinek van legalább 500.000 forintja a bankba, vagy a szalmazsákba, vagy a párnákba belevarva, vagy bárhol, de tart 500.000 forintot. Egyszer megdöbbentem azon a tényen, hogy mennyi embernek van pénze, és hát ugye valamiből a bankok adják ki a hiteleket, tehát azok valakinek a pénzéből vannak. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy lehetne ezt akkor egy kicsit az előnyünkre fordítani. Én megmondom őszintén, hogy én befektetésként állom a Forevert, de ez a technológia, amit én így egy kicsit továbbfejlesztettem, ez nem biztos, hogy mindenkinek másolható. Ugyanis ha valaki itt nem tudja gondolni ezt a dolgot, akkor biztos, hogy nem fogja tudni csinálni. Nekem is meg kell birkózni azzal a ténnyel, hogy van embereknek pénze. Hát ez úgy egy kicsit úgy át kell gondolnom, mert hogy nem ezt halljuk a médiából. Akkor nézzük. Nem tudom. Oké. Ugye a mama mindig azt mondta, hogy ha új életet akarsz kezdeni, akkor hagyd magad mögött a múltat. Nagyon sokan azért nem tudnak maguk mögött bizonyos dolgokat hagyni, mert úgy gondolkodnak, hogy ez nem lehetséges, meg hogy ugye valaki megmondta ezt nekik. Hát próbáljuk meg egy kicsit most olyan gondolkodással, hogy gondolkodjunk együtt, jó? Én befektetésként állom a Forevert. Milyen befektetések léteznek? Hát van legális, meg nem legális. Nézzük meg a legálisakat, ugye? Bank. Akkor van biztosítási alapú, van kötvény, arany, gyémánt, tőzsde, vállalkozások, ahol csendes társ tudsz lenni. Hát ezek ugye általában 3-tól max. 15%-uk tudnak hozni, vagy éppen elviszik a pénzedet. Ki az, aki találkozott olyan vállalkozással, ahol sajnos a pénzét elvitték? Volt ilyen? Ugye, ahol vagy nem neked, de valakiről hallottál, hogy elvitték a pénzét. Vannak nem legális befektetések is, de ezt szerintem most hagyjuk. Ez nem az a téma itt. Nézzük meg az üzleti indulást a Foreverrel. Mondom még egyszer, sok százalékot fogtok látni meg pontot. Megpróbáltam leegyszerűsíteni, de nem olyan egyszerű, mert ugye a számokat meg kell mutatni az embereknek. Ja, ugye az előrejutás nagy titka, hogy el kell indulnunk. Tehát, hogyha valaki ugye, én el akarok indítani ebben a dologban, először is nekem kell indulnom, hogy én akarjak ebben változtatni. Nézzük meg a 10 pontos indulást. Ez általában reális szokott lenni az embereknek. Ki az, aki mondjuk 2 ponttal már léptetett be egy pár embert? Oké, az ugye 150.000 forint durván. Na most higgyétek el, hogy a legtöbb embernél, hogyha van 150.000 forint, van 570.000 forint is. Jó? Tehát ezt úgy tapasztaltam most ebbe a 3-4 hónapba. De ha nem merem megkérdezni, akkor nincs. Ugyanis ha csak opcióba azt adom neki, hogy 0-3-mal léphet be, akkor ő nem fog 2 ponttal vagy 10 ponttal belépni, mert azért is megelégszik. Jó, az első hónapban azért írtam 14 pontot, mert ugye ő belép 10 ponttal, és talán még találunk 2 embert, a Miki is ugye elmondta, aki dobozzal belép. Tehát elkezdünk dolgozni. Ez így 94.500 forint, és ha megnézitek a hozam részét, és most azért beszélek így, mert még egyszer mondom, befektetésként állom a Forevert, tehát nem mint üzletépítés akarom eladni, mert nagyon sok ember fél üzletet építeni, vagy nem akar. Mert ugye megijednek attól, hogy network marketing. 16,5%-ot tud neki ez már hozni az első hónapban. Hát nem tudom, egy bank az mennyit ad, de egy év alatt nem kap ennyi pénzt, meg 10 év alatt. Jó, hogyha második hónapban nézzük, akkor ugye már megvan a szuperhelyzi szint, azért, mert a 20 pont hogy fog összeállni? Hát ha 10 pontos ember, talál 10 pontos embert, nem? Nem olyan nehéz, higgyetek el, mert én a listát megiratom úgy velük, hogy írjanak fel olyan embereket, akiknek tudják, hogy van a bankszámláján pénz. Tudom, ilyenkor szoktak az emberek védekezni, hogy hát én nem ismerek olyat. Jó, akkor szoktam egy olyan könnyítést tenni, hogy szoktál is menni olyan embert, aki látta már kijönni a bankból? Ugye általában nem csekket fizetnek be oda az emberek. Jó, tehát akkor segítsünk nekik. Ez a 2 hónap alatt már 181.500 forint, tehát ez már egy göngyölt összeg, amit ott láttok, és 31,8%. Na most, ha valakinek elmondod, hogy 2 hónap alatt tud 31%-ot csinálni az 570.000 forintjával, nem fogja elhinni. Tehát én is a meghívást, amikor hogy fölhívok embereket, akkor úgy hagyjál már. Tehát ez valami uzsora, vagy nem tudom, mi lehet ez, mert ez biztos nem legális. De ha így levezetem neki, akkor már elhiszi. Harmadik hónapban azt írtam, ezek nem fikciók, amiket láttok, hanem ezeket így az életben megcsináltuk, majd a végén megmutatom. Ott van, hogy 55 pont.
Általában az emberek, hogyha elkezdenek így dolgozni, mélységben is találunk ilyen embereket. Tehát nem csak fronton, hanem közvetlenül, hanem még alattuk is találunk ilyeneket. Ez ugye 468.700 forint. Ezek az összegek általában úgy jönnek össze, hogyha valaki tényleg csinál valamit, jó? Tehát hogyha dolgozik. És ez már 82%. Tehát ez már valami hihetetlen összeg, vagy mint százalék. És itt a negyedik hónap, hát 55 pontnál nem nagyon szokták elengedni az emberek a menedzseri szintet, legalábbis ezt tapasztalatból látom. Tehát ott már dolgozik a rendszer, dolgoznak az emberek, de hagyományos bemutatók is vannak. Tehát nehogy félreértést legyen, nem ezzel a módszerrel építünk üzletet, hanem ez egy plusz módszer. Ez azért már 169%. Hát nem tudom, hogy te örülnél 169%-nak, de akkor lépjél be 10 ponttal, mert biztos, hogy akkor összejön. Mi van ezzel meg? Hát ugye ezzel rögtön megvan a London 2-es szint, megvan rögtön Holiday Rally, Opatia, nem tudom, hol lesz jövőre, de a 2014-es meg lesz. Jó, nem baj, ha kilógsz a sorból, lehet, hogy te jársz a helyes úton. Nagyon sokszor emberek azért nem mernek döntést hozni, mert sajnos a fejükbe el van ültetve egy mag, amit, és itt jön, ez nagyon tetszett, egy filmből láttam, és hallottam, tudjátok, mi az emberek elleni legfőbb parazita? Amikor más emberek ültetnek el az emberek fejében negatív gondolatokat. Ez annyira igaz, hogy amikor te valami alasmit mondasz, hogy nem így van, nem úgy van, te nem a saját véleményedet mondod, hanem valaki elültette neked oda a bogarat, és ilyenkor azok a gondolatok teljesen beférkőznek a fejedbe, és ott berágódnak az elmédbe, és nem engedik, hogy józanul gondolkodjál. Magyarul téged az reaktivizál. Ne engedd, hogy negatív gondolkodás beférkőzzen a fejedbe, illetve hogy negatív emberek vegyenek körül. Ne engedd, mert akkor az életedet nem tudod rendbe rakni. Ugyanis a te gondolataid a te gondolatod. Nekem a névjegykártyám most már 2 éve ez az idézet ott áll, hogy az ember úgy tudja megváltoztatni az életét, ha megváltoztatja a gondolkodását. Ezt már régóta felismertem, hogy semmi máson nem múlik ez az üzletépítés, csak ez az egyem, hogy egyszerűen gondolás, hogy kell gondolkodni. Akkor gondolkodjunk 25 pontban. Ugye, hogy adom el a 25 pontot? Egyszerűen megkérdezem az emberektől, hogy van-e 1.250.000 forintja otthon, vagy a bankban. És akkor megbeszélem velük, hogy mi lenne, hogyha betennénk. Jó? Hát itt megint 29 pontot írtam, mert ugye 4 pontot megint feltételeztem, hogy csinálunk, tehát talán 2 dobozos belépő lesz az első hónapban. Ez már rögtön 152.300 forint, ez 12%-os hozam. Már rögtön az első hónapban, ekkora pénznél is. Ja, és akkor nem dolgoztuk magunkat szerintem halára, hogy 2 darab 2 pontos beléptettünk. A második hónapban megint 50 pont várható, mert hogy az ilyen embernek van ilyen ismerőse, főleg, hogyha megmutatjuk a mintakollekciót, hogy az ember ezzel indult. Ilyenkor az emberek elfogadják, mert látják, hogy ha te így indultál, én is. Megdöbbenve tapasztaltam így az emberek hozzáállását ezzel kapcsolatban. Jó, ez már 356.800. Ja, és ugye igazgatóhelyettesi pozíció. 28,5%. Harmadik hónapban, hát ugye ez a 25-50-70 lett volna, ennek a mintájára van ez így megcsinálva. Ez már 847.800 forint, és menedzseri szintet ért el az illető. Tehát ezzel 3 hónap alatt nagyon gyorsan föl lehet hozni embereket. De még egyszer, tehát kell a hagyományos üzletépítés, jó? Tehát ne felejtsük el azt csinálni, nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon jó kis pálinka lehet, hogyha valaki szereti a pálinkát, mert rá lehet szokni, és akkor viszont elszoksz az igazi munkától. Tehát ezt csak pluszként kell betenni. És ha valaki csak tartja ezt a szintet, tehát csak tartja, akkor már 1.556.000 forintot keresett a 4 hónap alatt. Jó? 4 hónap alatt. 124%. Hol kap a bankban az ember 4 hónap alatt ennyi pénzt, főleg ekkora pénzről beszélve? Jó, és a terméket nyilván egy éven belül, vagy akár megeszi, vagy feléli, vagy eladja, most teljesen mindegy. Jó, ezzel a London 2-es megvan. Tehát ebből biztos lehetsz, sőt, sőt, a csoportjában is megvan a London 3-as, mert ezzel tovább lehet az embereket ugye motiválni. Egyébként megdöbbentő most ez alatt a 3 hónap alatt, ami még most van, október, november, december. Ebben a 3 hónapban 1 pont érték, bemegy a Londonba, bemegy a bónuszot kifizetésébe, és még kifizeti a cég a Holiday Rally-be is.
Tehát gondolkodj ezzel, hogy egy pont mennyi helyre, hányszor fizeti ki a cég neked. Jó, itt van, ez is megvan. Ugye áldozat nélkül nincs győzelem. Én ezt azért szoktam mindig elmondani az embereknek, hogy ha valaki ezzel kezd el üzletet építeni, valamilyen áldozatot kell hoznia. Tehát magyarul a pénzt bele kell tennie egy termékbe. Na de most őszintén, hogyha bankba áll, akkor mennyivel van biztonságosabb helyen? Szerintem nem sokkal. Jó, és akkor mivel hogy nem fikció az egész, tehát hogy most megmutatnám két munkatársamnak a bónusz kimutatását, hogy az egész hogy alakult. Ugye az egész úgy jött, hogy májusban már gondolkodtam azon, mivel hogy tavaly a VIP marketingeken ott ültem állandóan, hogy hogyan lehetne ezt embereknek úgy tálalni, hogy ne csak befektetőket, vagy ne csak nagy vállalkozókat érintsünk meg ezzel, hanem átlag embereket is. És innen jött ez a gondolat, hogy akkor leültem munkatársaimmal, átbeszéltük, és volt, aki elfogadta. Júniusi bónuszelszámláson még csak a 4,1 pont van. Azért nagyítottam ki, mert nem biztos, hogy látszik a kivetítőm. Ez 31.837 pont volt. Ez Markovics Tiborni Ibolyának, légy szíves Ibolya, állj már föl egy pillanatra, hogy megmutassunk. Ő ezzel a technikával lett igazgatóhelyettes. Köszönjük. Ekkor még 4 pontot csinált, mint supervisor. Éppen ő karistolt ezt a dolgot. Most viszont, ugye júniusban, amikor leültünk erről beszélni, és valahogy fény gyúlt a fejébe, júliusban egyből 30,4 pontot csináltunk. Egy kicsit megsokszorozta a jövedelmét rögtön. 238 ezer forint. Majd, köszönöm, igen, megérdemeli. De viszont itt van a vége, hogy 49,8 ezer pontot rátettünk erre az augusztusi hónapban, ezzel lett ő helyettes. Ha megnézed, a 2 hónap alatt közel 600 ezer forintot keresett. És ez még supervisory bónusz, köszönöm, igen. Tehát ez még nem a helyettesi szinten lévő bónusza volt, jó? Azért sem mindegy. És nézzünk, ja, ha unalmas a munkád, rajtad áll, hogy izgalmassá tedd. Én megmondom őszintén, ezzel én izgalmassá tette a munkát, mert nekem valahogy jobban bejön ez a fajta üzletépítés is, mert hogy közelebb áll hozzám ez a technika. És nézzük meg egy hölgynek, illetve egy úrnak a bónusz elszámolását, Kisné Szalai Erzsébet Böbe és Kis Zoli, légy szíves, álljatok föl. Ők ezzel a technikával lettek most meg augusztusban menedzserek. Böbéről azt kell tudnotok, köszönjük szépen, hogy ő 3 gyerek mellett építi az üzletet. És 3 gyerekkel, de nem 3 felnőtt gyereke van, akik úgy magára vannak hagyva, hanem 14 a legidősebb, és onnan 12, meg 9. És ugye rásul versenysportolók, tehát hordja mindenhová őket, és emellett csinálja a Forevert. Jó, és 12,9 volt júniusban, amikor leültünk erről beszélni, és ugye akkor is keresett, mint Gyesen, vagy Gyeden, vagy nem tudom, minek hívják ilyenkor, otthon vagy, akkor 100 ezer forintot. Viszont rögtön júliusban egy kicsit már többet keresett, 213 ezer forintot, majd az augusztusi hónap, ami még helyettesi bónusz, tehát még helyettesi szinten van, mert akkor minősült igazgatónak, 565.238. Tehát ő is ugye a 2 hónap alatt, ugye 760-770 ezer forintot keresett. Nem tudom, megéri ez így nektek, akik most itt újként vagytok, de hagyd kérdezzem meg, hogy ki az, aki most itt supervisor, egy pillanat rájön föl. Aki csak supervisor és most minősült vagy nem minősült, teljesen mindegy. Tegyél fel a kezét, aki szeretne. Igen, megérdemlített. Aki szeretne egy ilyen bónuszt, mondjuk 1-2 hónapon belül, akkor beszéljetek a szponzorotokkal, felsorolatokkal, hogy hogyan lehetne ezt esetleg. És akkor most álljon fel az a menedzser, aki szeretné, hogy a csoportja, maradjatok állva, bocsánat, picit nyugodtan, hogy az a menedzser vagy helyettes, aki szeretné, hogy a csoportjában ilyen bónuszok lennének. Ilyen emberek, akik ilyen pénzeket keresnek. Hát akkor én azt mondom nektek, hogy ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom, de hogyha sokan álmodjuk együtt, akkor viszont egy új valóság kezdetét tudjuk megindítani. Én most kiszámoltam azt, hogyha körülbelül ahhoz, hogy elsők legyünk Európába, ahhoz körülbelül egy olyan 10-15 ezer kartonpont kell havonta pluszba. Számoljunk már együtt, jó? Matek. Úgyis matek órát tartunk. Ha most itt körülbelül vagyunk 800-an, és mindenki egy hónap, 2 hónapon belül csak 10 pontos belépőket talál. Fölemeltük a ország forgalmát 8-10 ezer ponttal.
Jól számolom? Szerintetek mennyi idő kell, hogy világelsők legyünk, vagy nem, mert világelsők Európában legalább visszaszerezzük, visszahódítsuk azt a helyet, ahol voltunk 6 évig, 7 évig. Szerintem 1-2 hónap, és ott lehetnénk. Megverhetnénk a németeket. Jó, Rolf Kippet egy kicsit megvernénk, meg az egész Németországot. Jó, én szerintem tegyük meg, fiúk, srácok, jó? Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, sok sikert mindenkinek. Hölgyeim és uraim, Liránd Károly, senior manager. Köszönöm szépen a munkádat, Karesz. És gyerekek, tehát ha egy ember megváltoztatta a gondolkodásmódját, egy fecske is csinálhat nyarat. De nem egy fecske, hanem akkor most még egy másodperc, mert szegény Tóth Jani úgy el volt kettjenbe, amikor újságolta nekem, te képzeld el, hogy a múlt hónapban csináltam 5 darab 25 pontos belépőt, mondom, Liránd Karcsi is. János, állj föl, légy olyan kedves. Tóth János, soaring manager, tehát ugyanezt megcsinálta. Ugyanabban a hónapban, ugyanúgy megcsinálta, csak 400 kilométerrel odébb, gyerekek. Tehát baromi érdekes dolog, és köszönöm szépen Karesznak, hogy elmondta, hogy tehát nem ez a network marketing technika, ez egy plusz dolog, ha vannak olyan emberek, aki azt mondja, ó, MLM, csak ki ne derüljön már rólam, hogy én is azt csinálom, meg olyan vagyok, meg stb. Nekem is most ebben az új kis csoportban, Zalába, van egy vállalkozó, nagyon gazdag, nagyon nagy autóval jár, nagyon jó névlistája van, ő is így fog bekerülni, egyeztetünk, meghívás, elkezdtünk egy humán bizniszt, csak ki ne derüljön, hogy multilevel, figyelj, fog ő majd olyan családi bemutatót tartani, hogy arról kódul. Az asszony fog majd olyan flördözsöva, meg szonya partit tartani, meg cimbicom, mint arról kódul. Csak ha valakihez ezt a pecát kell bedobni, hát akkor dobjuk be ezt a pecát, gyerekek. Egyébként pedig, most megkérném a stúdiót, Dodó, hogy még egyszer, ha visszaadnátok a 4 darab képemet, az 55 eurós tartot, a minimál belépés. Gyerekek, 55 euró minimál néhány termék azért, hogy kapj egy kódot, és megkapd a Forever-től a lehetőséget arra, hogy építsd az üzletet. A kérdés, mit mondott neked a szponzorod, hogy miért kell megvenni ezt a néhány darab terméket az 55 euróval? Megkaphatom a képet? Az előző kis powerpointokat? Valakinek a szponzora, most az újakhoz mesélek, vagy beszélek, valakinek a szponzora mondta azt, hogy azért kell megvenni ezt a néhány terméket 55 euróért, hogy utána eladjad. Valaki hallott ilyet? Nem. Oké, először az néhány terméket. Visszafelé megyünk, ding-ding-ding. Még egyet? Ez az. Oké, nem. Azért van a first, hogy fújd magadra. Azért van az aloe vera gél, hogy kortyingasd el. Azért van a fogkrém, hogy jó legyen a leheleti széfejérek, legyenek a fogak. Tehát azért teszünk 55 eurót bele a bizniszbe, hogy terméktapasztalatokat szerezzünk. Következő kép, 1 tasdoboz. Oké, hallott-e valaki a szponzorától, hogy Bélám, vásárolj meg egy ilyen Touch of Forever-t, lépj be az üzletbe, kapd meg a Forever-től a mini franchise lehetőséget, hogy keress egy csomó pénzt egy nagy hálózat felépítésével, és a dobozzal azt kell tenni, hogy szépen ki kell árulni az összes terméket, hogy a beletett 400 euró visszajöjjön. Mondta-e valakinek a szponzora, hogy árult ki a dobozt? Senkinek ne! Fölneted a kezed, ki a szponzorod? Ja, csak vakaroztál, az más. Tehát ilyet te nem hallhattál, mert tehát nem ezt tanította nekem a szponzorom, és én sem tanítottam tovább. Ha te megteheted, akkor egy másolható, a cég által jóváhagyott példával, egy Touch of Forever-rel indulj el, és az összes terméket magadra, papa, mama, kiskutya, macska, fúj, macska, azt nem megy, nyikorog érted az előadás alatt, bocsi. Tehát oké, tehát ezért van a Touch doboz, hogy 31 darabból álló termékből 31 átütő tapasztalatod legyen. Más következő díja, 2 touch doboz. Mi a fügyfürütnek 2 touch doboz, ugye? Ü-betűt mondtam, nem ad. Jó csajok. De mindjárt elkezdtek. Tehát 2 touch doboz. Az egyikkel megint mi van? Megesszük, elkenjük, igaz? Fürdőszoba, ridikül, klajági, csajok, Utasi Anita, Sziporka, hogy mondta. Tedd magad mindenhol körül ezekkel a termékekkel. Minek a másik touch doboz? Megmondom minek, mert amikor az én csomagtartomat kinyitom, vagy a tiédet, a tiédben benne van biztos. Figyelj, lesz ember, bocsika, figyeljetek, fölemelné fiatal ember hátul azt a papírt, csak ott a igen,
Igen. Tehát kell, hogy legyen nálad jelentkezési lap, oda néz hátra, ott. Kell, hogy legyen nálad jelentkezési lap, mert aki melletted van, nem tudja aláírni, ha nincsen nálad. És ha a csomagtartóban nincsen tasdoboz, akkor nem tudja hazavinni, de így haza tudja. Tetszik érteni? Ezért kell a második tasdoboz mindig. Figyelj! Azért, hogy az üzletre akcióképesen ott legyél. Golyóstól, jelentkezési lap és a csomagtartóba egy Touch of Forever, mert még mire hazamegy, meggondolja magát. Igen? Vigye haza! Ne gondolja meg magát, gyerekek! Ezért kell a két tasdoboz. És minek kell a szortiment? Ja, az már visszarendelett, tehát visszakerül a csomagtartóba. És akkor az utolsó kép, a szortiment, minek rakjak bele 25 pont értéket a vállalkozásomba? Hát, jaj, gyerekek, hallottam olyat, esküszöm, 3 hajszálam lehullott. Azért kell 25 ponttal belépni az üzletbe, az 12 touch, hogy utána NDP áron kiárulod. Figyelj, ilyen nincs. Ahogy az 55 eurót magadba fekteted, ahogy az egy touchdobozi terméket magadba fekteted, figyelj, a 25 pont értékes üzleti startnál ugyanez van. Egy vállalkozásba befektettem az összes létező terméket, amit a Forever kínál, mindegyikből egyet beixeltem, azért, hogy a szortiment ott legyen az üzleti sarkomban, ez lehet a 4. emeleti panelházban egy kialakított sarok, lehet egy iroda üzleti helyiségedben, bárkinek meg lehet, és nem azért tettem bele az 1,2 millió, hogy utána kiforgalmazzam az 1,2 millió, és visszategyem a bankba, mert ott nem jó helyen lesz, hanem betettem a Foreverbe az irodámba a 25 pont értéket, azért, megmondom miért, hogy komolyan vegyenek engem, mert nem a zsíros, pecsétes termékkatalógusból fogom bemutatni a vállalkozó ismerősének, az ismerősének, az üzleti partnerének a termékeket, hogy itt egy fantasztikus, jó kis üzleti lehetőség, tessék már ezt az agyon használt és agyon pecsételt, összegyűrt termékkatalógust végignézni, és akkor ez erre az arra, meg amaz arra. És ő meg össze fog téveszteni téged valamilyen tanácsadónővel. Jó? Avval az A betűssel. Jó? Hogy körömlakkot tessék, olcsó az ajakrúzs. Nem, te üzletember vagy. Megmutatod a szortimentet, érted? És ebből a szortimentből fogja majd eldönteni, hogy akkor ő ezt a 4 terméket, mint 55 euró, egy tasdoboz, mint 400 euró, vagy 2 tasdoboz, mint 800 euró, ne talántán lekopisz téged? Ne talántán, gyerekek. Hasonló-hasonlót fog vonzani. Hasonló-hasonlót fog vonzani, hidd el nekem. És lesznek 25 pontos belépőid. Figyelj, nehogy azt hidd, hogy nekem minden hónapban 2 van. Nem. De most lesz 1. Meg csőre töltve ott van még januárban 1. Az majd még 4 hónap múlva lesz. De ha nem adom föl a lehetőséget, 55 euró, 400 euró, 800 euró, biznis tart, 25 ponttal, akkor melyiket fogja választani, ha csak egyet mondok, kettőt mondok? Ha 55 euró és 400 euró közül kell választani, a te barátod melyiket fogja választani? Az 55 eurót. És ha 55 euró, 400, 800 euró, 4000 euró nettó, melyiket fogja választani? Valahol az arany középúton, igaz? De lehet, hogy bevállalja, ha méltóképpen képviseled és méltóképpen mutatod meg a Forever lehetőséget az embereknek, a barátaidnak és ismerőseidnek. A bankba nem azért teszed be a 4000 eurót, hogy a hónap végén kivedd, és utána hozza a kamatot, ugye? Tehát ezt értsétek meg, hogy a 25 pontos biznis start és a 2 pontos tasdobozos start között nincs különbség, ugyanaz. Csak az egyik egy mini szortiment, a másik meg egy nagy szortiment. És a kis szortiment is azért van, hogy magadba fektesd, és terméktapasztalatok legyenek, és abból csinálj pénzt, a nagy szortiment pedig arra való, hogy bemutasd méltóképpen a termékeket, hogy az emberek lemásoljanak, és az emberek azt mondjanak, hogy te, én is akarom csinálni ezt a vállalkozást. Na most, az elmúlt időszakban eléggé sűrű volt, amit megéltünk szeminárium szempontjából, hiszen tényleg, hogy most jöttünk haza Várnából a Go Diamondról. Amit elmondtam, azzal kapcsolatban mondanék valamit, amit ott tanultam. Van 2 szó, és ez a 2 szó az egész emberiségnek a legtöbb kárt okozta. Főleg anyagilag. Tudod mi ez? Én tudom. Én tudom. Figyelj, ha tudnád, akkor gyémánt lennél.
Ha tudnál, akkor te, ha tudnád, ha te tudnád, te jöttél volna Porsche-val, mint az én szponzorom. Ha te tudnád, akkor te jöttél volna Bentley-vel. Ha te tudnád, akkor te is sofőre jöttél volna, mint én. Érted? Gyerekek, ha te tudod, akkor 10 000 pontod van. Ha te tudod, akkor milliókat keresel ebből a vállalkozásból. Euróban, ha te tudod, ha te valamire még mielőtt kimondod, én ezt tudom, akkor gondold végig, van-e rá bizonyíték, hogy te tudod, mert ha kevés a pont, érted? Öreg az autó, omlik a háznak a fala, és üres a bankszámla, akkor valami megint nem stimmel. Én tudom, hogy hogy kell. Egyetlen út van, ahogy jól lehet csinálni, és az az út, ahogy mi mutatjuk, ahogy ezeken a képzéseken megtanuljuk. És itt vagyunk most Opátiában, és ennek a képzésnek az a fő csapása, hogy te legközelebb, amikor egy év múlva visszajössz erre a horvátországi nyaraló szemináriumra, akkor kimondhasd a színpadról. Én tudom, mert olyan a bónusz elszámolásom. Én tudom, mert erős, nagy, biztonságos autóval jöttem. Én tudom, mert gyönyörűen élek, gyönyörű családdal, gyönyörű házban, gyönyörű körülmények között. Én tudom, mert nyugodt, stresszmentes az életem. Mert amikor lefekszem, úgy alszom el, hogy közben jó gondolatok keringenek a fejemben. És másnap, amikor fölkelek, akkor stresszmentesen kelek, mert tudom, hogy a Forever volt, van, és ti vagytok a jövője a Forever vállalkozásnak. És gyerekek, itt vagyunk most, Opatia, és a kérdés az, mivel fog eltelni a következő 7 napod? A következő 7 napban, hát én tudom, és nem jövök el a gyémánt hétvégére. Figyelj, egy ember kap felmentést a gyémánt hétvégéről, akinek 12 500 pontja van, jó? És eurómilliókat keres, mert ő tudja. De meg azt mondta, hogy ott a helye. Érted? Gyerekek, a tudást ott fogják odaadni azok az emberek, akinél a bizonyíték van. Ha nálad a bizonyíték, tedd ki az asztalra. Gyerekek, szupervájzorok, tiétek a következő év. De, ha nagyok akartok lenni, egy a kérés, jövő hétvége, szombat-vasárnap, hány emberrel leszel ott a gyémánt hétvégén? Hány ember, nem az a lényeg, hogy te mit gondolsz, hogy szerinted jó LMP-sz, vagy nem jó LMP-sz, ez az üzlet nem azon múlik, hogy te mit gondolsz, hanem azon, hogy az a sok száz ember, akit oda fogsz vinni a csoportodból, azután hogyan fog gondolkodni. Nem az a lényeg, hogy neked milyen elképzelésed van Dietmar és Krisztel Reichléről, mint 10 000 pontos gyémántokról, figyelj, az a lényeg, hogy az az 50, 100, 200 ember, akit oda fogsz hozni, az hogyan fog utána gondolkodni. Mert ugye megmondtam, a Guido unalmas, a Berkics, ugyan már, ez egy paprika Jancsi. Az soha nem mond újat, mindig csak bohockodik, jönnek itt a kis teátrális megnyilvánulásai, érted? Ta-ta-ta-tam! Figyelj, na azért nekem lesz Lamborghinim 2 hónap múlva, 115 millióért. Akkor lehet, hogy valamit én is tudok ám. Hopi-hopi! És elmondtam a gyémánt képzésen, és én is elmondom most itt még egyszer, és nem a bónuszból, hanem a bónuszoknak a kamatjából lesz megvéve az az autó. Pénzügyi intelligencia, Budo Schaefer, és a többiek. Gyerekek, gyere el a gyémánt képzésre. Van egy dalom nektek, ez szokott lenni itt mindig a végén. Jaj! Ez playback lesz, de elég életszerűen fogom előadni. Csak nehogy valaki majd itt tud a szájmozgás és a között összefüggés. Tudod, majd a gyémánt képzésen mutatok egy nagyon-nagyon komoly és meghökkentő dolgot, el fogsz ájulni, hogy mi a playback hálózatépítés, és mi a valós hálózatépítés. Mi a megcsinált sztár, és mi az, amikor valaki kőkeményen, gyerekek, felmászik a sikerhegyre, és bizonyítékot tesz le. Én ezt meg fogom nektek mutatni jövő hétvégén. Most meg addig, gyerekek, gyertek velem, és legyünk szabadok, mert van még 5 percem, és ebben pont bele fog férni a világ legjobb nótája, jó? Amit a világ legjobb énekese most elő fog nektek adni itt a színpadon, hiszen elhangzott Feri doktortól, ugye, hogy Berkics Miki nem jön el hozzátok énekelni, úgyhogy kérnék szépen egy kis zenét Sipi bácsitól, és gyerekek, hajrá, hajrá!
Meg se halt, ha bántanak, senkinek se hagyd magad. Sose add fel a vágyaidat, őrizd meg az álmaidat. Bármit hallasz, légy erős, hétköznap is lehetsz hős. Segít majd az érzelem, tiéd lesz a végtelen. Gyere velünk és légy szabad, mindig vállald önmagad. Ne hidd el azt, hogy nem lehet, büszkén éld az életed. Gyere velünk és légy magad, nem számít, hogy mit mondanak. Ne szégyed azt, sem baj, ha nem. Nem baj, hogy ha megteszed, de nem baj, hogy ha nem. Lehet kicsit egyforma, és lehet kicsit más. Egy dolog a fontos, hogy mindig tisztán láss. Gyere velünk és légy szabad, vállald önmagad. Ne hidd el azt, hogy nem lehet, büszkén éld az életed. Gyere velünk és légy magad, nem számít, hogy mit mondanak. Ne szégyed azt, hogy élvezed, csak a tiéd az életed. Fogad el, ha adok, és fogad el, ha kérek. Hidd el, hogy ha szeretlek, de hidd el, hogy néha félek.